Szép jó estét mindenkinek! Egy alaptémára gyűltünk itt össze, a tapasztalat és tudatunk tükre, azaz ami tapasztal bennünk. Nagyon világos, hogy amikor műszaki cikkekről, gépekről és egyebekről beszélünk, mindig van valaki, aki azt kezeli, és van maga a gép. A kezelő és a gép az mindig különbözik az ilyen helyzetekben. Nálunk embereknél, hogy mi az, ami kezeli ezt a testet és a lelket, mi az, ami kezeli ezeket a tapasztalatokat, ez nagyon-nagyon homályos, nagyon-nagyon félreérthető, rengeteg ideológia, gondolkodásmód és egyéb született arra, hogy megmagyarázzuk, hogy mi az, ami tapasztal. És itt rögtön beleütközünk az első paradoxba. Tehát annak kéne elmagyarázni, ami tapasztal. Tehát hogyan magyarázzuk el a magyarázót? Bármilyen magyarázatot adsz, az valamilyen terméke lesz ennek a magyarázónak. Ez körülbelül olyan kérdés, hogy le tudja-e a csoki gyár gyártani önmagát? Nem. Nem tudja, a csoki gyár csak csokit tud gyártani. Ahhoz, hogy még egy csoki gyár legyen, az egy teljesen más berendezésre van szükség. Ahhoz, hogy az énséged, amit te énnek, személynek mondasz, az megértse önmagát, pont a kognitív dualisztikus gondolkodásról kell lemondani, ahhoz, hogy elérkezzél a tapasztalóhoz. Ezt a tapasztalót most csak az előadás kedvéért nevezzük tárgyatlan tudatnak. Tehát egy olyan tükör, ami előtt nincs semmi. Ahogy megszületünk, ezzel a tükörrel egyáltalán nem vagyunk tisztában. Hiába van bennünk a saját biológiai működésünk, az, hogy 0 éves, 1 éves, 2 éves, 3 éves, ezeken a stációkon keresztül a biológiai működésünk előbb-utóbb elkezd bennünk tudatosulni. Tehát megtanuljuk ezt a működést szabályozni. Utána megtanuljuk az érzelmek működését, az intellektus működését, a kapcsolataink működését szabályozni, és az emberi életben az az egyik legfurcsább dolog, hogy mindezen idő alatt nem biztos, hogy tudatában vagyunk annak, hogy ki vagy mi teszi ezt. Ezért a Zenben egy alapkérdést teszünk föl, és ez az alapkérdés rendkívül egyszerű, mi ez, ami bennem lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik. Egyáltalán van-e valami központi mag, ami ezt teszi, vagy csak modulok együttműködése vagyunk, és az énség pusztán illúzió. A Zen az egy tapasztalati út, tehát nem kísérlem meg elmondani, hogy ez micsoda. Pusztán azért, mert a tapasztalat az, ami inkább oda vezet, sem mint bármiféle magyarázat. Mit tehetünk hát azért, hogy ezt a szenzort letisztítsuk, hogy ezt az operátort tapasztaljuk? Az előbb beszéltem a tárgyatlan tiszta tudatról, és ennek a művelete, ennek az útja az, amely igazából elvezethet önmagunkhoz. Ez nyugaton idegen. Nyugaton mindig valami tárgyat szeretnénk látni. Ez annyira erős, hogy a barokkban, és kicsit korábban is, a művészetben volt egy olyan fogalom, hogy horror vacui, az üresség rettenete. Tehát nem lehetett a vásznon egyetlen egy négyzetcentimétert sem üresen, festetlenül hagyni, mert ki tudja, hogy ott akkor mi történik, vagy mit gondolsz oda. Keleten az ürességet, azt a fajta tiszta, tárgyatlan tudatot, amely most benned figyel, és a gondolatok a tárgyai, vagy az emlékek a tárgyai, az összehasonlító elemzés a művelete, ezt a fajta tudatot alapként fogták föl. Tehát az a fajta tükör, amely előtt még nincs semmi. Ez a kiinduló pont. És ebben a tükörben látszik minden. Ennek a tükörnek a minősége, a felbontása, a tisztasága az, amely igazából a tapasztalat minőségét adja. Rendkívül egyszerű példákat lehet hozni, hogyha bemész egy koncertre, de előtte egész nap láncfűrészeltél, biztos, hogy nem úgy fogod hallani a Bach művet, mint hogyha azelőtt csak egy erdei sétán lettél volna, és egész nap az erdőben sétálsz, és egy nagyon nyugodt, akusztikailag is egy semleges, természetes környezetben lettél volna.
A tudatunk minősége az, amely igazából meghatározza a tapasztalat minőségét, és ez nem kell kvantumfizikusnak lenni, bár ott is észrevették, hogy ez a kettő nagyon erősen összefügg. A kvantumfizikában először azt vették észre, hogy a kísérlet körülményei befolyásolják a kísérlet eredményét, utána azt vették észre, hogy a kísérletben résztvevő tudatok befolyásolják a kísérlet végkimenetelét. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mire gondolsz, mit akarsz az adott kísérlet közben. Mi az, ami ezt a tükör, tiszta, eredeti tudatot befolyásolhatja? A saját karmánk, a saját azonosulásaink, a saját képzeteink a múltról, a jelenről és a jövőről. A Gyémánt Szutra azt mondja, hogy a múltra, jelenre és jövőre szakított tudat nem érheti el a felébredést. Tehát, hogyha benned külön síkban léteznek a múlt, a jelen és a jövő eseményei, és nem látod egy nagy összefüggésben, egy nagy karmikus eredménysíkon az egészet, akkor széttagolt a tudatod. Három különböző síkon működik, és általában az egyikről vagy a másikról nem akarunk tudni. A múlt esetében ezt úgy hívjuk, hogy csak a szépre emlékezem. Aztán a jelenből pedig csak az, ami nekem fontos. A jövőből pedig az, amit én akarok. És ennek a közös nevezője az az énség, az az identitás, ami egyfajta szűrőrendszerként, filterként működik. Tehát amit te a saját identitásod számára fontosnak gondolsz, az lesz a tapasztalatodnak a fókusza. Mi történik akkor, amikor a tapasztalat nem tiszta? A nem tiszta tapasztalat az nagyon könnyen téves nézetekhez vezet, és a téves nézetekből általában mi szenvedést szoktunk legyártani. A nem tiszta tapasztalat az azt jelenti, hogy a tükör az vagy szennyezett, vagy hullámos, vagy törött, de valami problémája van. És ezt a problémát valahogy ki kellene küszöbölni, és ezt hívjuk a tiszta tudathoz vezető útnak, a tiszta tudat gyakorlatának. Például, hogyha egy emberi kapcsolatot nézel, van, amikor nagyon szeretsz valakit, van, amikor kicsit semleges, és van, amikor nagyon-nagyon rühelled épp az illetőt, pedig látszólag ugyanarról a szeméről van szó. Mi az, amit benne szeretsz, mi az, amit benne elfogadsz, és mi az, amit nem akarsz elfogadni belőle? Mitől függ ez? És ez visszafele is ugyanígy, néha belőled szeretnek dolgokat, néha belőled elfogadnak valamit, és néha semmit nem akarnak belőled elfogadni. Hát milyen tükrös helyzet van itt? Mi az, amit látunk egymásból? Tehát, hogyha a szeretem, nem szeretem tudata, az én vagyok, nem én vagyok tudata, az elgörbíti, hullámosítja ezt a tükröt, akkor nem látjuk tisztán a másikat, és magunkat sem, sőt a világot sem. Tehát néha kimész, és az ég ugyanolyan kék kellene, hogy legyen, de annyira szomorú vagy, hogy az egész világ egy hatalmas szomorúság. És akkor még a napfény sem tud felvidítani. Akkor még a harmónia sem tesz igazán boldoggá. Tehát az érzelmi állapotaink, a múlt, jelen, jövő képzetünk, a saját identitásképünk alapvetően befolyásolják azt, hogy ez a tiszta tükörszerű tudat milyen állapotban van. Tehát a test és a lélek állapota ennek a tudatnak a működését alapvetően befolyásolja. A zen útja azt jelenti, hogy a test és lélek állapotaitól függetlenül tudod ezt a tudatot használni. Ennek a tudatnak nagyon sokféle neve van, hívják Buddha természetnek, hívják igazi önvalónak, hívják gondolkodás előtti tudatnak, születést és halált meghaladó tudatnak. Rengeteg féle módon lehet ezt magyarázni, attribútumokat sorolni, de valójában csak a tapasztalással jutsz el hozzá. Hát amikor ezt a hangot hallod, akkor a gondolkodás egy pillanatra törlődik, a sok-sok hullám egy pillanatra kisimul, és ugyan már a következő másodpercben te gondolkodhatsz, reflektálhatsz, mondhatsz magadból valamit, de ez a pillanat egy picit mentes volt mindettől. Ismét a tükörhöz visszatérve, még hogyha a kedvesed rá is írja rúzzsal a tükörre, hogy szeretlek, ott, ahol ez a rúzs van, ott a tükör nem lát. A tükör nem tükröz.
és lássunk mindent, halljunk mindent, tapasztaljunk mindent, de ha bármit megkötsz, ha bármit állandónak szeretnél, abszolútnak szeretnél látni, a jelenségvilágban ez lehetetlen. Miért? Mert minden jön, és minden megy. Minden megjelenik, és minden eltűnik. Minden feltételhez kötött, tehát ha a feltételek megváltoznak, az adott dolog vagy dolgok is megváltoznak. Tehát a jelenségvilágban nincs semmi, ami abszolút értékű lenne, de mi mégis ezt szeretnénk. Mi szeretné ezt bennünk? Nagyjából a három nagy ösztöncsoport, a túlélő, birtokló, szaporodó ösztöncsoport, ez a három szeretné megkötni az élet folyamát, megkötni a jelenségeket, abszolútnak tudni az állandótlan, tökéletlen feltételhez kötött dolgokat. És ez az akarat az, amely el tudja torzítani azt a tisztánlátást, amelynek a lehetősége mindegyikünkben benne van. Tehát tudnánk tisztán látni, tudnánk úgy látni magunkat, másokat és a világot úgy, ahogy vagyunk, de a saját vágyaink és félelmeink eltorzítják a tükröt, és szépen hullámosodik, sok alatt törik, és hogyha ez a nem gondolkodó központ, a nem dualisztikus központja az embernek nem elég erős, akkor nem bírjuk ki a megpróbáltatásokat, és ekkor tudunk hasadt tudattal, sérült személyiséggel, beépült traumákkal együtt tovább menni. Hát ez a tiszta tükörszerű tudat, ez nem pusztán egy passzió, vagy egy luxus, vagy valami buddhista találmány. Ez az alaptermészetünk, ez az igazi önvalónk, és mindaz a karma, amit magunkkal viszünk, mindaz a több rétegű írás, festés, gyűjtemény, amit erre a tükörre festünk, az akadályozza a tisztánlátásunkat. Nem a tapasztalattal van baj, a ragaszkodással, az identitásképzéssel, az illúziókkal van probléma, amelyeket magunkévá teszünk, magunknak tudunk, és ezzel gyártjuk le a szenvedést magunk és mások számára egyaránt. A zen tanítása az, hogy mindez nem szükséges. Lehetséges, de nem szükséges. Tehát lehetséges felébredve élni. Lehetséges tiszta tükörszerű tudattal élni. Lehetséges mindent látni, tapasztalni, de nem megkötni és nem ént csinálni belőle. Nyugaton persze rögtön felmerül a kérdés, de most már kelenten is, hogy miért jó ez nekem? Szóval miért ne éljek én úgy, ahogy eddig? Milyen előnyöm származik nekem ebből? És mondjak már valamit, amiért ez a sok-sok befektetett munka mondjuk megéri. Mert hát ez munka. Nagyon sokan várják a megoldást, a csodát, a végső feloldozást és egyebeket, de kiderül, hogy ez egyszerűen befektetett munka kérdése. Tehát mennyi időt töltesz a meditációs párnán? Mennyi mantrát mondasz el? Milyen irányba megy a tudatod? Egybe tartod-e a gondolatot, érzelmet, cselekvést és beszédet? Tehát ezeken múlik a dolog, külső csodát ne várj. A lehetőség az benned van, bennünk van, a tanító, tanítás, tanítványi közösség hármasságában van, így tudunk tisztán tapasztalni. Így válhat a külső és a belső egyé. Így lehet az egyént, a csoportot és a világot harmóniába hozni. Tehát ez befektetett munka, nem pedig valami specialitás. Úgyhogy miért tennénk ezt? Egyszerűen azért, mert az ember nem nyughat addig, amíg valami magasabb minőséget el nem ér. Nem nyughatunk addig, amíg a lehetőségeinket meg nem valósítottuk, és a lehetőségeink közé tartozik a szenvedés elhárítása, a szenvedésből való felébredés, a másik ember, a világ tisztább látása, és egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb életvitel megteremtése, egy fenntartható életforma élése. Hát ezeket mind tudjuk magunkban, ez lehetséges. Csak a hozzávezető út kellene. És a hozzávezető út magunkon, a saját tudatunk letisztításán keresztül vezet, ennek a tükörnek a mozdulatlan, torzítatlan, töretlen használatán keresztül vezet, és a legelső ilyen lépés az a magunkkal való szembenézés. Nem elemzed magad, nem moralizálsz, nem veszel magadra ideológiákat és dogmákat, egyszerűen az energiádat befelé fordítod, és elkezdesz tisztán látni. Mi az, ami benned kimondja azt, hogy én? Mi az, ami gondolkodik benned?
Mi az, ami érez a szíveddel, tapint a kezeddel, ízlel a száddal, stb. Mi ez? És ilyen formán milyen karmát hozunk létre? Milyen hajlamokat, szokásokat építünk ki? Milyen személyiségnek tudjuk magunkat? És ne kelts magadban bűntudatot, csak lásd a hibáidat. Ne legyen lelkiismeret furdalásod, de lásd a teendőidet. És hogyha ezek egyensúlyban vannak, akkor tudsz szellemileg önálló lenni. Akkor tudsz igazából felelős és szabad ember lenni egyszerre. A szabadság és a felelősség ugyanazon érem két oldala. A tisztánlátás és a szellemi önállóság pontosan ugyanazon a húron pendül. Tehát ezért kell egy picit az alapfogalmainkat belül átalakítani, és ez egy jó kérdéssel kezdődik. Hol legyen a te kérdésed? Ott, ahol a problémád van. Általában valamilyen magyarázattal szeretnénk gyorsan tüneti kezelést adni a problémáinknak, aztán majd csak elmúlik, aztán majd csak lesz valahogy. Mély strukturális válság esetén, átfogó életválság esetén szoktunk csak megállni, pár hét, pár hónap pihenőt tartani, aztán újra rakjuk az egészet úgy, hogy lényegében mi magunk mélyén nem változtunk. Honnan lehet ezt tudni? Hogy egy-két év, és a válság újra bekövetkezik. Ha nem változik meg a karmád, nem változik meg az életviteled sem, nem változnak meg a szokásaid sem, ugyanazokat a problémákat fogod más köntösben, más személyekkel újra teremteni. Tehát érdemes még békeidőben, amíg minden jól működni látszik, belül föltenni olyan kérdéseket, amelyek a kicsi megoldatlanságokra vonatkoznak, és menj a mélyére. Menj a mélyére. Mi az, ami ezt generálja benned? Milyen azonosulásaid vannak? Milyen fixa ideáid vannak? Milyen vágyaid vannak? Mi az, ami nélkül nem tudnál élni? Ki az, aki nélkül nem tudnál élni? És ugye ezeket megnézed, ezek a te axiómáid. Az alapgondolatok, az alapvető érzelmek, az alapvető birtokló, azonosuló mozdulatok. Ez mind kell. Ez mind te vagy. Tehát amikor belül igazi belső látást fejlesztesz ki, nem a jónak és rossznak tükrében látod magad, mert ez egy nagyon-nagyon viszonylagos és sok-sok görbületet tartalmazó terület. Annyit mondtak már jóról és rosszról, hogy itt nyugaton szinte elfelejtettük az ok és okozat tiszta működését. És az ok és okozat világos működése belül és kívül ennek a meglátása a mi feladatunk. Ami emberi kényszerünk, imperatívusunk és lehetőségünk egyaránt. Attól függ, hogy éled meg. Kényszerként, belső felszólításként, vagy egy fantasztikus lehetőségként, hogy megismert, hogy hogy működünk mi emberek. Hát a korlátainkat nagyon jó átlépni, és a határainkat nagyon jó megismerni. A tapasztalatok alapján kiderül, hogy te milyen emberré szeretnél lenni. Mi az, amit bevállalsz? Mi az, amire azt mondod, hogy igen, ezzel tudok azonosulni, mással pedig nem. Ez a döntés ilyen embert csinálna belőlem, felvállalom. Egy más típusú döntés más embert csinálna belőlem, nem akarok azzal szembenézni később, tehát nem teszem, nem mondom, ugyanazt az érzelmet nem táplálom, azt a gondolatot nem gombolítom tovább. Miért? Mert nem akarok olyan ember lenni, amivé ez a karma tenne, saját magam által. Tehát ez azért fontos, mert hogyha látod, hogy mennyire ura lehetsz az életednek, ura lehetsz a gondolataidnak, érzelmeidnek, cselekedeteidnek és beszédednek, pontosan ilyen mértékben tudsz felelősséget vállalni azért a személyért, amelyet kihozol magadból, amivé tudatosan formálod magad. Úgyhogy ezért érdemes a tapasztalatot letisztítani, ehhez viszont a tapasztalót kell letisztítani, ehhez viszont a pillanatot kell 100%-os tisztaságában megélni. Ezért a zen közvetlenül a tudatra, a tapasztalóra irányul,
ezért fogjuk föl az igazi önvalót, teljes értékű tapasztalatát a felébredésnek, ezért az átadás tudattól tudatig történik, és ezért nincsen semmiféle szimbológia, semmiféle rendszer, semmi olyasmi, amely elfedné magát, az alapvető valóságot. Van-e kérdése bárkinek? Ha az ember így vizsgálódik, és célként kitűzi azt, hogy megkeresi ezt a tükörszerű tiszta tudatot, és találkozik a félelmeivel, vágyaival, fájdalmaival, egyéb érzéseivel, akkor mit kezdjen ezekkel? Csak itt temesse el, dobja sútba, vagy mit csináljon velük, ha ott van? Tehát, hogy szembesülsz vele, és akkor attól az... A legfontosabb dologra kérdeztél rá, amikor a mi ez kérdéssel, vagy akár a mantrával, vagy akár a tér és a hangok figyelésével az ember meditációt folytat, akkor rálát spontán a jelenségek eredetére. Ha nagyon kíváncsi, akkor a mi ez után oda teheti, hogy honnan jön. Mi ez? Honnan jön? És türelmesen megvárja, amíg a tudatának a fénye bevilágítja a jelenségnek a holdudvarát. Meglátja az igazi okozati kapcsolatokat. Azért fontos ez, mert állandóan tudatos gondolkodással, szándékos érzelemformálással, azért, hogy a saját komfortzónánkat nehogy el kelljen hagyni, nem látunk tisztán, hanem újból megmagyarázzuk magunknak. Újból éreztetjük magunkkal, hogy mi mit szeretnénk. Hogy mi hogy akarjuk látni ezt az egészet. Hogy akarjuk megoldani. És ez mind-mind korábbi karmának az ismétlése. De azért kell a kérdést megtartani, hogy végre akarat nélkül, karmikus irányvektor nélkül, tisztán lásd úgy, ahogy az van. Nem úgy, ahogy szeretnéd, hanem ahogy az valójában van. Úgyhogy ez a látás maga a megszabadulás. Miért? Mert hogyha látod, akkor nem azonosulsz vele. Amíg érzek, addig nem látom. Amíg ragaszkodsz az érzésekhez, addig nem látod. Képzelj el egy festőt, aki úgy fest, hogy az arca közben a vászonban van. Hát nem jutna messzire a festészettel. És milyenek vagyunk, azért szoktunk összeesni az élet bizonyos fázisaiban, mert nem vagyunk hajlandóak egy picit csak letenni az ecsetet, és 2-3 lépést hátrébb lépni a vászontól, és megnézni, hogy valójában mit csináltunk. Mindig az arcunkkal a vászonban festünk tovább. Egy őrült dolog, de nézd meg, ezt csináljuk, mint egyén, mint társadalom, mint emberi faj. Hát nézd meg, 7,3 milliárd ember kollektív karmája most éppen hogyan jön ki. Hát nem tragikus a történet? Hogy el tudnánk gondolni egy normálisabb jövőt, el tudnánk képzelni egy normálisabb életet, egy fenntarthatóbb fejlődést ezen a földön. És mégsem ezt tesszük. Mégis ezek az ösztöncsoportok, amiről beszéltem, a kapzsiság és düh polaritásaival teljesen letarolják ezt a tisztánlátás, és befedik guánóval keményen, vastagon. Ezért nagyon fontos az, hogy merjünk látni, és nem kell mindig akarni. Ebből a tisztánlátásból egy nagyon tiszta akarat születik később. Csak először el kell végezni azt a munkát, amellyel ugye letisztul a tudat. Tehát a látás által megszabadulsz. Hogy a tisztánlátás az nem teszi nagyon kritikussá az embert? Tehát, hogyha elkezdi a dolgokat tisztábban látni, akkor előfordulhat, hogy kevésbé az elfogadás fele megy, hanem inkább sokkal élesebben látja a hibákat, és tehát a kritikus lesz. Magaddal szemben mindig legyél az. Az rendben van. És másokkal szemben. Hát, Óvatosan. Azért óvatosan, mert a te realizációs praxisod és a másik realizációs praxisa nem ugyanazzal a sebességgel működik. Nem ugyanakkor láttok be dolgokat. Ez az emberi kapcsolatoknak egy gyönyörűsége. Hogy te már rég rájöttél, és azt kívánod a másiktól, hogy rájöjjön, de ha mindig meg akarod mondani neki a tutit, akkor ellenáll, kifejleszt egy falat, egy önvédelmet, és úgy tűnik, hogy nyilvánvaló, de mégse akarja elfogadni, mégse akarja észrevenni. Tehát nézd meg azt, hogy ebből a tisztánlátásból milyen reakció születik. És eredetileg ez a tisztánlátó tudat nem reaktív. Nem reaktív. Tehát nincs benne olyan,
hogy elfogad, vagy nem fogad. Csak lát. Még folytathatom? Persze. Mert hogy az ember, mondjuk én elkezdtem már ezeket a gyakorlatokat, így foglalkozom ezekre a... Tehát, hogy én megtisztuljak, vagy egy kicsit így abba hagyjam azokat, amiket eddig csináltam, és ahogy így teltek a hónapok, így sikerült is néhány dolgot így abba hagynom, másképp csinálnom, és úgy érzem, hogy tisztában is látok dolgokat, és mégis bennem óriási harag és düh keletkezett, főleg mások iránt. Nehezebben látom a saját hibáimat, és sokkal élesebben a többiekét. A projekció klasszikus esete. Tehát igen. Nagyon fontos az, hogy mihelyt te rájöttél magadban valamire, lásd azt, hogy ezzel nincs vége a folyamatnak. Te nem lettél tökéletesebb, csak változtál. És a másik ember iránti együttérzés az, ami őt inspirálja arra, hogy hasonló útra lépjen. Tehát a saját szellemi önállóságod az előfeltételezi a másik ember szellemi önállóságát is. Ezt meg kell neki hagyni. Ezért van feltétlen szeretet és feltételek közötti együttélés. A kettő együtt van. Amikor arról van szó, hogy a tisztánlátás alapján te mit csinálsz, az már karma. Hát meglátsz valamit, hogy reagálsz rá? Elfogadod vagy nem? Szereted vagy gyűlölöd? Megnöveled vagy csökkented? Ez mind-mind karma. Eredetileg, ha a Szívszútrát olvasod, a jelenségek nem tiszták, nem szennyezettek, nem növekszenek, nem csökkennek, és a többi. A tisztán látás pont ebből a tudatállapotból keletkezik. Az ide való visszatéréstől válik lehetővé. És az erre való reakció lesz az, hogy mit csinálsz ezzel. Hogyan használod fel ezt a tisztánlátást. És a magad esetében mindig lehet még mélyebbre menni. Másoknál meg kell várni, amíg az ő tapasztalata beérik. Amikor már azt mondja, hogy oké, most már látom, most már elfogadom. Tehát a szeretet az egyetlen egy érvényes energia. Ezzel a szeretettel tudod ezt átadni, és csak érzelmileg, majd ő belátja a saját szemével, gondolkodásával, érzékelésével, a saját sebességével. De az, hogy egy együttérző szeretetet tapasztal, az inspirál. És ez nagyon nehéz. Néha olyan elképesztő akadályok vannak, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy ezen az úton valaha is eredményre jut. De hogyha megnézzük a többi utat, a kényszerek, az egyebek, a túlságosan dualisztikus jóra és rosszra széttört reakciókat, akkor azok még kevésbé eredményesek. Hosszú távon biztos. Tehát, hogyha megnézed, az írott történelem elmúlt pár ezer évében ugyanabban a körben forog mindenki. Kisebb vagy nagyobb sugárral mindenki, minden társadalom ugyanabban a körben forog. Nem tudtuk meghaladni ezeket a körfolyamatokat. Tehát nem jöttünk rá még, hogy a háborúból nem lesz béke. Soha. Nem láttuk meg, hogy a rossz indulatból szeretet és harmónia nem lesz, hogy a bizalmatlanságból együttműködés nem lesz. Ha ezekre rájöttünk volna, hogyha ezt a tudatszintet meghaladhattuk volna, akkor nem itt tartanánk. De folyamatosan ismételjük ezt a karmát, ezt koreaiul úgy hívják, hogy won heng dong. A won az kör, a heng dong cselekvés. Tehát olyan cselekvés, amely körben fut. Egy kört ír le. Nyugaton ezt egyiptomi hagyomány alapján uroborosznak, a saját farkába harapó kígyóként ábrázolták. Ez a szamszárikus körforgás. Tehát nézd meg azt, hogy a tisztán látás ez milyen reakciót vált ki belőled, és elárulom neked, hogyha nagyon-nagyon erős reakciód van, az még nem tisztán látás, hanem valamilyen újabb érzelmi gondolati üledékréteg. Ezért kell tovább gyakorolni, tovább kérdezni, tovább mantrázni ahhoz, hogy ezt az igazi, nem mozduló, impulzus nélküli, nem reaktív, nem dualisztikus tudatot elérd. Értem. Előfordulhat azonban, hogy arra a következtetésre jut az ember, hogy valamit végleg ott kell hagyni, vagy valakinek a társaságát. Persze, esetleg. Van ilyen. Van ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy ragaszkodunk. A lojalitás az egy nagyon bölcs dolog. Az együttérzés mellé bölcsességnek is kell párosulnia. Úgyhogy
nagyon meg kell nézni a kezdetet és a véget, mert bennünk van, igazi önvalónkban van a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Hogy mikor kezdesz valamit, mikor kezdesz el egy kapcsolatot, egy munkát, és azt hogyan fejezed be. Mert ami elkezdődik, annak vége is van. Hát az oldás és kötés műveletét szoktuk a legrosszabbul intézni. Tehát nézd meg azt, hogy miért nincs szép válás. Válás utáni kibékülés olyan van. De a váláshoz vezető út sose szép. Tehát miért nem lehetett a szeretetnek és az együttérzésnek ugyanolyan hőfokával elválni, mint ahogy az a szerelmi kapcsolat az ugye született és keletkezett. És a válasz az, hogy azért, mert hogyha meg lenne ugyanaz a hő, ugyanaz a szeretet, szerelem, együttérzés, akkor nem kellene elválni. De mivel kihűlt, de mivel elkopott, de mivel elszegényedett, mert nem tettek bele elég energiát és egyéb minőségeket, ezért nem olyan már, mint egy kohóban ötvözött két fém, hanem olyan, mint egy rideg ötvözet, amely egy ütésre törik. És nem bírtak ki egy konfliktust, és törtek. És szakadtak. És vagyonmegosztás és gyermekelhelyezés. És akkor ezek után megkérdezik, hogy ugyan mi hiányzott? Mi volt a probléma? Hol mentünk félre? Hol hibáztunk? És ez nagyon nehéz egy tényben, vagy éppen okozati láncolatban tetten érni. Sokkal inkább az érzelmi háttérről van szó, sokkal inkább önképről, önképekről van szó, amelyek alapján a viszonyt ugye megélik, a társas viszonyt megélik. Egyszer a tükör biztos, hogy törött, torzult, és akkor elvarázsolt kastélyban vagy ahelyett, hogy tisztán látnád. Bemész a tükörterembe, és ott minden van, csak nem tisztán látás. És találj ki a saját torzulataidból, a többszörös valóságból, a hordóhas, vékonya, kis szúnyogfej, ugye önképből. Hogyan találsz ki belőle? És az emberek ilyenkor, hogyha bepánikolnak, általában a tükröket akarják összetörni. És az emberben azt nem lehet. El lehet ködösíteni, kárt lehet benne okozni, de aztán megint összeáll, és megint megpróbál működni, és ez az, amikor az ember minden helyzetből föláll, csak a sérülésekkel együtt, amit nagyjából magának okozott. Akármennyire okolja a külvilágot, magának okozta. Ezért kell óvatosan bánni a reaktív tudattal. Ezért kell nagyon ott maradni a tiszta pillanatban, a nem mozduló tudatban, és a nem mozduló tudathoz nem mozduló beszéd, cselekvés, nem mozduló gondolat és nem mozduló érzelem is párosul, ami a legtöbb intellektusnak, a legtöbb embernek félelmetes. Hogy akkor ki fog hűlni a szívem, és nem fog gondolkodni, vagy megszűnök, vagy mi történik velem. Tehát nem szűnsz meg, a karmától tisztulsz meg. Változol, és az identitás tudatod relatívvá válik, nem pedig abszolútként ott égtelenkedik sziklaként az út közepén. Amikor tényleg a tiszta tudat állapotában vagy, akkor helyesen ismered fel a helyzetet, helyesen teremtesz kapcsolatot, és helyesen cselekszel. Egyszer Mangong Zen mester az egyik tanítványával sétált a kolostor környékén, és megkérdezte, mi ez? Mire a tanítvány azt mondta, ez egy virágzó sövény. Mire Mangong Zen azt mondta, az emberek többsége egy álomvilágból szemlélné ezt. Ha te lettél volna a tanítvány, mit mondtál volna az emmesternek ezután? Ez egy olyan koan gyakorlat, amikor az énséged és az identitásod bevetése nélkül tudnád a tiszta tudatot demonstrálni. És a zenben pontosan ez a legszebb, hogy fogod, és ebben a pillanatban, amikor az énség megszűnik, és a tudat letisztul, akkor, hogyha tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzel, gondolkodsz és cselekszel, akkor külön énség nélkül demonstrálni tudod ennek a tiszta tudatnak a működését. A koan gyakorlatokat erre találták ki. És nagy hála és köszönet a mestereknek, hogy annyi időt, annyi évszázadot fetszöltek bele, hogy használható volt ez akkor is, amikor megcsinálták, és ahogy megy bele a jövőbe, mint a jó bor, egyre inkább finomodik. Úgyhogy ezek az intuitív gyakorlatok, amiket végzünk az elvonulásokon, a meditációs gyakorlatokon, ezek azok, ahol világosan kiderül, hogy a tudatod tiszta vagy sem.
És ekkor mehetsz haza egy olyasféle tudattal, hogy igen, ezt megoldottam. És előbb-utóbb a koannak, az intuitív rétege kapcsolatot talál az életed megoldatlanságaival, és akkor előbb-utóbb más megoldásokkal fogsz élni, és más kísérleteket teszel, nehogy megismétlődjenek a problémák egy más köpönyekben. Akkor jól értettem azt, hogy mikor tiszta a tudat, az többek között úgy lehet lemérni, vagy mikor tiszta a tudatom, hogyha a koan interjún helyes választ adok a föltett kérdésre? Igen, ez kezdetnek jó. Mert de... az eredeti kérdésem az az lett volna, hogy honnan tudom, hogy a tudatom tiszta, vagy csak azt gondolom, hogy tiszta, és olyat látok, amit szeretnék, aztán a valóságnak azzal köszönő viszonyban nincs. A koan gyakorlat az interjú szobában ilyen szempontból egy vegytiszta állapotot tud mutatni. Kellő gyakorlattal rendelkező tanító esetén nagyon világos visszajelzést kapsz, hogyha hibáztál, akkor az a hiba kvázi merre vitt. Tehát rálátsz a személyiségedben pontosan arra a komponensre, amelyik torzított. Utána megfelelő iránymutatást kapsz ahhoz, hogy visszatérj az eredeti egyenes útra. Amikor a koan megoldás elég mélyre ment, mert megoldani a koant az egy dolog, az kell, egy intuitív szikraként az bejöhet. De hogy az aztán meggyökeresedjen, és találkozzon az addigi felhalmozott karmáddal, és elkezd alkalmazni a mindennapi életben azt a bölcsességet, együttérzést, belátást, amit így szereztél, az a következő lépés. Tehát ezzel nincs vége, hogy megoldottad az interjúszobában, az olyan, mint a kísérlet, hogy a laboratóriumban sikerült. Hát akkor tessék a mindennapi életbe kivinni, és hogy ott is működjön a berendezés. A koanok azért jók, mert teljesen mások, mint a mindennapi élet. Mások voltak akkor is, amikor klasszikus Tang dinasztiában gyakorolták őket, és más most is. Egy régi koreai, kínai zenmester történeteit ugye felolvasod, egészen más dolognak tűnik, csak a legmélyén azonos azzal, amit keresünk. Miért jó ez? Mert nem lehet ezeket a történeteket materiálisan átvinni, példának tekinteni, gondolati és érzelmi mintákat levonni belőle. Ez óriási hiba lenne. Ha ezt a hibát valaki elköveti, akkor át akarja ültetni a koannak a történetét, a gondolati érzelmi síkját a mindennapi életre, és ez katasztrófa. Szerencsére nem lehet másolni. A lényeget kell megtapasztalni, és ebből a lényegből kiindulni a mindennapi élet során. Úgyhogy hol veszed észre, hogy megoldottad? Úgy, hogy nem hibáztál, és a probléma nem tér vissza. Neked nem kell minősíteni. Ha az ember válaszokat keres magában, és valamik jönnek felé belülről, akkor honnan tudja azt elkülöníteni, hogy ezt most egyszerű ember azt mondaná, hogy a szív vagy az ész mondja. Tehát, hogy nem tudom, hogy van-e különbség, de biztos van, hiszen van. Mert szokott viaskodni az emberből az egyik a másikkal, hogy ezt honnan tudom eldönteni, hogy melyik honnan jött, és most melyiknek higgyek, vagy higgyek-e valamelyiknek. A türelem itt rózsát terem. Ez azt jelenti, hogy bejön egy válasz, akkor a kérdést még nem veted el, hanem megtartod a kérdést, és megnézed, hogy a válasz megmarad-e mellette. Tovább kérdezed, hogy mi ez, honnan jön. És hogyha ugyanaz a válasz van, és még másnap is, harmadnap is, akkor az kapcsolódott, oda társult, és elválaszthatatlan lett a kérdéstől. Mindegy, hogy gondolati, érzelmi, vagy egyéb köntösben jelenik meg. Az a fontos, hogy egy intuitív, nem dualisztikus forrásból származzon. És ha ez megvan, akkor rendben van. Ha nem, akkor viszont elkezd változni, elkezd jönni, menni, elkezd újabb alakváltozatokat produkálni, és akkor ez nem az. Engedd a változást. Tehát úgy maradjon meg melletted, hogy ne akard, de mégis ott legyen. Ismerős? Honnan tudod, hogy ő a párod? Onnan tudod, hogy ő nem mozdul el mellőled, úgyhogy teljes szabadsága van. Mozdulhatna, kereshetne más, de mégse. És te ugyanez. A koan kérdés és a válasz ugyanez. Egy életproblémára a kérdés és a válasz jó esetben ugyanez. Tehát engeded a válaszokat jönni-menni, engeded a változást. Nem akarod megkötni, nem akarod megoldani, de állandóan törekszel rá. És ez a törekvés az, hogy kinyitod a tudatot teljesen, nem definiálsz semmit, nem élsz előfeltevésekkel, dogmákkal és egyebekkel,
hanem felteszed a kérdést, és engeded, hogy a válasz odajöjjön, és megmaradjon mellette. Én a több válaszsal vagyok bajba. Tehát, hogyha jön a több válasz, és mindig ez a kettő válasz jön, és nem változik ez a két válasz, csak jön az A, jön a B, jön az A, jön a B, jön a B, jön az A. Addig kell a kérdést tartani, amíg a válasz sem mozdul. Tehát, hogyha nem mozduló tudattal ott van a kérdés, előbb-utóbb nem mozduló tudattal ott lesz a válasz is. Mitől mozdul ez? Mert elégedetlenek vagyunk, mert félünk, mert nem bízunk magunkban, és az összes többi érzelmi, ugye driver ott van mögötte. És ezek az érzelmi diszpozíciók, karmák és egyebek, ezek mozgatják be a választ. Amíg ez mozog, amíg ez alakot változtat, amíg van ABCD verzió, addig az nem igazi. Ezért kell minden nap törekedni arra, hogy minél tisztább tudattal, minél tisztábban tapasztaljunk. Minél egyenletesebb, intelligensebb, érzelmileg és értelmileg, de nem mozduló, nem összetörő tudattal legyünk. Itt most akkor nem kell különbséget tenni, hogy az A verzió az az érzelmem, a B verzió az értelmem, az ego, és hogy ki adta a választ, meg ki nem adta. Nem, mert most elemzed. Ne elemezd a választ. Tehát, hogyha beteszed érzelmi dobozba, értelmi dobozba, ez én vagyok, ez nem én vagyok, ezzel leszűkíted a lehetőségeidet. Engedd szabadon jönni, menni. Ez a ne ítélj, ez egy munkamódszer, ez nem pusztán egy gyönyörűséges parancsolat. Ez az ítéletalkotó tudattal zárod ki a jó megoldást. Türelem, és ne ez az okosság döntsön, meg nem ez a nagyon dús érzelemvilágú szívcsakra, hanem engedd meg, hogy letisztuljon. Engedd meg, hogy odajöjjön úgy, hogy nem megy el mellőle. És akkor megvan. És akkor van egy ilyen nagyon nyugodt benső tudat, hogy akármi történik, ez az. Eleinte fordítva volt, egy csomó minden történt, és egyik sem volt az. Mi, ez nem ide tartozik, csak érdekel. Mi a különbség a szenvedély és a neurotikus ragaszkodásunk között? Óriási. Na, ezt meghallgatom. A neurotikus ragaszkodás az gyakorlatilag egy századik mellékterméke sok-sok hibának. Amikor egy csomó mindent nem tudtunk megoldani, és belekapaszkodunk valamibe, görcsösen kinevezzük azt a szemét vagy dolgot abszolútnak, és ebből van az a vicc, amikor volt Lipótmezőn, körbe megy a konzílium, és megkérdezik így, ketteske? Hát hogy van ketteske? Látom, a kis fifikével itt sétálnak. És erre azt mondja ketteske, hogy professzor úr, hát nem értem, hát ez csak egy kartondoboz. Itt van a spárgán, néha játszom vele, ez egy kartondoboz. Konzílium összenéz, holnap elbocsátható. Kilép a kapun civilben, hóna alatt a kartondoboz, mert ez csak viszi magával, ledobja az utcán az aszfaltra, elkezdi rángatni, Fifi, Fifi, ugye milyen jól, megvezettük a professzor urat. Na, ez a neurotikus ragaszkodás. A szenvedély, az pedig egy sokkal sokrétűbb dolog. Akkor, amikor korlátokat és határokat egyszerre szeretnél meghaladni, gyakorlatilag az énség eltűnésére irányul minden szenvedély, csak lehet, hogy nem tudja. Az extrém sportoktól kezdve a mindenféle dologig, ahol annyira felforrósodsz, hogy felolvad, felrobban, elég minden. Csak a szenvedély az nagyon gyorsan oda vezethet, hogy a szenvedély betege leszel, mert az eszközt összetéveszted a céllal. Ezért fontos a meghaladó bölcsesség. Ha valaki beleragad a szenvedélybe, akkor már semennyi adrenalin sem elég. Akkor már valami mindig újat kell kitalálni, hogy újabb izgalom, újabb szenvedély, újabb és újabb és újabb, hogy mindig valami elementáris, drámai, elképesztő élményem legyen, amiben megint elveszek. Aztán az egoitás megint újra formálja magát, mert lehűl a dolog, nem tudsz wingsuitban repülni 24 órán keresztül, pár perc egy jó ugrás. A lényeg az, hogy a szenvedélyt is meg kell tudni haladni, tehát nagyon kell tudni azt az irányt, hogy ugye miért csinálja az ember. És ez a kezdetben, a közepén és a végén nem ugyanaz. Tehát el kell tudni viselni azt, hogy már másképp viszonyulok a szenvedélyhez 15, 25, 35, 45 évesen,
és engedjem azt, hogy az énségtől megtisztítson ez a szenvedély, és ne én legyek a szenvedély rabja vagy betege. Ha megtartod az énséget, ha megtartod a ragaszkodást, ha megtartod az azonosulás kényszerét, akkor a szenvedélyből betegség lesz. Ha nem, akkor a szenvedély, mint a jó húzatú kémény, így fölül kidob. És el tudtad égetni az egoitásodat, el tudtad égetni önmagadat, és akkor már a mindennapi élet is elég lesz. Akkor már egy teljesen más valóságtapasztalattal tudsz élni. De minden extrém dolog erről szól, minden erőfeszítés erről szól, minden csúcstámadás, rekordkísérlet és egyéb erről szól, hogy átváltozzam, hogy feloldódjam, hogy elveszítsem az egoitás börtönét, hogy letépjem a saját bilincseimet, hogy meghaladjam önmagam. De ha valaki beleragad az eszközbe, akkor elveszti a célt. Egy tök egyszerű kérdésem lenne, hogy én most vagyok itt először, és úgy érdekelne, hogy ti kik vagytok, vagy te ki vagy, nem tudom, hogy lehet-e tegeződni, vagy hogy mi az... Szerintem tegeződjünk, az jó. Hogy mi az egész, és hogy ez a holnapi meditáció az miről fog szólni. Hát ezt én is szeretném tudni, egyre kevésbé biztosak itt a tények, de a lényeg az, hogy egy olyasféle utat kínálunk a zen buddhizmus segítségével, hogy mélyebben, korrektebben megismerjük önmagunkat és ezt a világot. És ezáltal egy minőségibb életet éljünk, amely erre a tiszta tudatra alapozódik, ennek a tiszta tükörszerű tudatnak a tapasztalatából fakad, és ez már egyéb minőségeknek is életet ad, például boldogság, szeretet, együttérzés, és az összes olyan dolog, amit mi darabonként, pozitívumként szeretnénk elsajátítani, de nem vesszük észre, hogy ez valami sokkal nagyobbnak a természetes folyamánya. Tehát ez a fajta felébredés az, hogy felébredjünk a saját káprázatunkból, hogy megszabadítsuk a szenvedéstől a világot, hogy lehetőleg nem érjünk több szenvedést a világra, egymásra. Ez a zennek és a buddhizmusnak a célja. Szó szerint elmondhatom, hogy a zen miből származik. Shakyamuni Buddha idejében már komoly meditációs iskolák voltak, hiszen a Buddha 2550 évvel ezelőtt élt, és már az ő kb. 45-49 éves tanítási időszakában elkülönültek azok, akik főleg a szöveges résszel foglalkoztak, vagy a meditatív, nem szöveges, elmélyedő résszel foglalkoztak. És a meditációval foglalkozó iskolákat nevezték el gyánának. Gyána az elmélyedés, egyévválás, letisztulás, a szavak eredeti értelmének megtapasztalása, a dolgok igaz mi voltának a megtapasztalása, ez mind gyána. Aztán átment Kínába, akkor nevezték el Csannának, gyána, csanna, lecsapták az utolsó szótagot, akart belőle csan, és ugyanannak az írásjegynek az olvasata japánul zen, koreaiul son, Indokínában tien. Tehát ez mind a meditációt jelentette, és a zennek előbb, aki már hallott ilyet, az tudta, hogy a négy alapelvét idéztem. A zen attól zen, a meditáció attól meditáció, hogy egy, nem támaszkodás az írásokra, látod, nem olvasok föl semmit. Kettő, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, tehát nincs szimbológia, nincs interpreter, nincs lefordítva semmi semmire, közvetlenül az ember tudatára irányulás, igazi önvalód megtapasztalása a felébredés per megvilágosodás. Erre azért van szükség, mert ahogy a nyugati teológiában, keleten is az évszázadok során a megvilágosodásnak számos definícióját dolgozták ki. Ha 147 darab istenséget tudsz egyszerre vizualizálni, megvilágosodtál. Ha vizen jársz, akkor így. Ha visszatérsz a testbe x nap után, akkor így. Tehát ezek mind, köszönjük szépen, melléktermék, ott jó, ahol van. De az eredeti értelme a felébredésnek az, hogy igazi önvalód megtapasztalása. Élettől és haláltól mentes, dualitásokat meghaladó tudat. És onnantól kezdve van, hogy tudattól tudati közvetlen átadás, magyarul felébredsz arra, ráébredsz arra, amire a mester, amire a tanító, vagy tanítványi közösség, hogyha olyan haladott. Úgyhogy tesszük a dolgunkat, és segítünk ott, ahol segíthetünk. Pontosan azért, hogy eljuttassuk az embereket az út kezdetére, az úton neked kell menned. Nem mehetek helyetted, senki nem mehet helyetted az úton, de az út kezdetéig eljuttatlak azért, mert érdekel téged, mert eljöttél, mert hallgatod, mert látod, mert érted. Sok-sok külföldi útjaim egyikén a kezdetben 82-ben voltam kint Nagy-Britanniában, és volt egy gyönyörűséges Panam reklám, kár, hogy a társaság megszűnt, nem ezen a reklámon múlt, your experience will convince you, tapasztalata meggyőzi, ennyi. Ha azt tapasztalod, hogy ez neked nem jó, nem kell, idegen,
hátam közepére se kívánom, Isten hírével menjél, szervusz, viszontlátásra. Tehát ez a tapasztalat alapján való meggyőződés. Ez az, amiben hiszünk, mert ez az, ami az önállóságodat is meghagyja, de egy új utat, új lehetőséget nyit. A buddhizmus azért sem lett tömegvallás, még keleten sem, mert mindig abban hitt, hogy a buddha természet, mivel az nem adható és nem vehető, mindenkinek a sajátja, mindenki annyit dolgozik rajta, amennyit akar. Amikor pedig oda jutsz, hogy tényleg akarsz valamit kezdeni az élettel és a halállal, a szeretettel és a gyűlölettel, az énnel és a mással, akkor pedig majd csak találsz valamit, akár ezt is, amelyen belül ugye működtetheted, illetve művelheted ezt az utat. Tehát az embernek akkor is útja van, ha nem szereti, ha nem látja, ha nem akarja, és akkor is útja van, hogyha megöleli, és imádja, és hogy milyen jó, hogy én megszülettem, felnövök, és meg fogok halni, milyen szép dolog ez. Az is egy út, és az is, hogy úristen, hogyan került? Miért én jutottam át a 200 ezerből? Tehát amikor ezt az ember fölteszi, mint kérdés, ezt nagyon sokféleképpen fölteheti. Tehát hogyan tisztítod le azt a látást, amik ezt tényleg úgy látja, hogy van? Na most ezt a tisztánlátást hívjuk a buddhizmusban tathatának szanszkritul, ilyenségnek magyarul. Tehát nem tapasztalatból beszélek, hanem inkább legyen akkor egy kicsit így szakmailag, hogy mi van azokkal az emberekkel, és elég sok van így, aki valamilyen oknál fogva tudatmódosító szereket használ, most nem feltétlenül kábító szerekre gondolok, hogy ők ebből, tehát létezhet olyan is, hogy valakinek mondjuk betegségre kell szedni valamit, akár egy vérnyomás csökkentőtől kezdve bármi más, vagy éppenséggel csak szereti a kávét, vagy egyéb ilyen szereket, vagy akár az alkoholt, hogyha ő elkezdene, vagy szeretne meditálni, vagy zen meditációt folytatni, akkor ugye fölmer az a probléma, hogyha beszedi ezt a szert, akkor azért nem tiszta a tudata, ha nem szedi be, akkor meg azért, mert mit tudom én, a függőségi hiányok, meg ezzel, ezek az addiktív szereknél azért a hiány is okoz problémát, tehát hogy gyakorlatilag se így nem tiszta a tudata, vagy nem képes arra, hogy tiszta legyen, se úgy. Nézd, van erre valami megoldás? Van egy nagyon tiszta határvonal. Elsősorban szeretném tisztázni, hogy minden tudatmódosító csak eltérő mértékben. Megesz egy mákos kiflit, az is tudatmódosító. Megiszol két csésze fekete teát, az is tudatmódosító. És valaki megpróbál fejbeverni egy hatalmas ugye, durunggal, és te dühösen a saját pajzsoddal azt fölfogod, olyan hormonális változások vannak, hogy az is tudatmódosító. Tehát. Hol van a határ? Ott van a határ, hogy valaki áll-e pszichiátriai kezelés alatt, vagy sem. Tehát, ha valaki különböző gyógyszereket szed, szív, cukorbetegség, egyéb, és emiatt a tudata néha nem tiszta, vagy nyugtató, hasonló, ez mindaddig mehet, amíg nem pszichiátriai eset az illető. És ez azért mondom a legkomolyabban, mert amikor elkezdesz meditálni, az elfojtások, önvédelmek, az a fajta szilárd egóhatár, ami olyan, mint a sejthártya, ami a fal a házon, az szépen lassan kinyílik. Nem semmisül meg, kinyílik. Ez egy pszichiátriai kezelés alatt álló ember nem bírja. Tehát még jobban megőrül. Tehát az, aki olyan gyógyszert szed, hogy egyébként normális, tehát tud együttműködni egy közösségben, tud egy időrendet követni, be tud illeszkedni, tud szabályokat követni, és egyéb, de közben a tudata nem tiszta, mert különböző gyógyszerekkel kell élnie, ez rendben van. Kivéve a pszichiátriai eset. Tehát klinikailag diagnosztizálható, és akkor elnézését kérjük, de akkor tessék szíves először azt a körülményt megszüntetni, és amikor ez az állapot már nem áll fönt, akkor jött meditálni, mert akkor tisztább és erősebb a tudat, és bírni fogja azt a gyűrődést. Tehát látszólag az elvonulásokon mindenkit szépen ül sorban, minden le van szabályozva, és közben belül olyan hullámvasutazások vannak, olyan elvarázsolt kastélyok, Disneylandek és Matrixok mennek az emberekben, hogy az valami páratlan, még a normálisnak is sok néha. Tudod? Tehát akinek már eleve össze van törve a tudata valami által, és szerencsétlen traumatizálta magát így, úgy, amúgy, és nem tud kijönni belőle, ott ezt nem lehet megnyitni, nem szabad. Nagyobb kárt csinál, mint hasznot. Egyéb kérdés? Én oda lennék kíváncsi, hogy a teremtő, vagy az entitás, vagy az Isten megközelítése a
ti szemszögetekből, hogy miről szól, hogyan? Az a helyzet, hogy nálunk nincs olyan megkülönböztetés, hogy valaki hisz Istenben, vagy ateista, vagy több Istenben hisz, vagy természet fölötti létszférákban hisz, vagy sem. Mi azt kutatjuk, hogy mi az, ami ezt hiszi, vagy nem hiszi. Tehát másodlagos az, hogy valaki egy külön elkülönült teremtő istenségben hisz, ami személyes, vagy esetleg személytelen, mindenhol ott van, vagy csak egy pár helyen van ott, duális világban gondolkodik, vagy strukturális világban gondolkodik. Ez mind másodlagos, és mindenkinek ezt meghagyjuk. Tehát részünkről ilyen probléma, hogy ki miben hisz, olyan nincs. Te ide bejöhetsz full vallási gyakorlóként, még a saját rendi ruhádat is hozhatod, hogyha olyanod van, vagy ne csak én viseljek ilyen import csomagolóanyagot. Ez azért fontos, mert az az igazán jelentős, ami benned hisz, ami ezt a tapasztalatot adja. Az a tiszta tudat, amely hitet gyakorol, hitet formál, és hogy milyen tapasztalat alapján, vagy ideák alapján hiszel valamit. Vagy valamiben, vagy valakiben. Azok, akik ezt az utat követik, amit te, vagy azok a paptársaid, akik között te tanultál, azok hogyan vélekedtek erről a kérdésről? Vagy egyáltalán szóba jött? Nézd, azok a szerzetes társak, akik velem együtt ezt az egészet gyakorolták, és gyakorolják ma is, illetve azok a világi tanítványok, gyakorló társak, akik szintén ezt az utat gyakorolják. Én fémjelezném ezt Sung San Zen mester alapvető szellemi magatartásával, amely ugyanez. Teljesen mindegy, hogy te milyen vallásban vagy, milyen külső formát gyakorolsz. A zen által azt a tapasztalatot mélyítheted el, hogy ki vagy mi az benned, ami ezt a hitet gyakorolja, és te hogyan működsz ezáltal. Azt mondom, hogy a zen buddhisták nagyon nagy részénél, mivel ki tudja, hogy a 100% hogy gondolkodik, de akiket én ismerek, nagyon nagy részénél ez a fajta nyitottság és tolerancia van meg, a fegyelem, a struktúráltság és az elkötelezettség mellett. És ez az elkötelezettség, ez honnan ered? A tapasztalatból, a tapasztalat alapján felmerülő lojalitásból, és utána már nem csak a tapasztalattartót, hanem a mások segítésének a szándéka is. Tehát ha te mondjuk egy nagyon tiszta szellemi tapasztalathoz eljutottál, ha problémákat tudtál a zen segítségével megoldani, világos, hogy nem cseréled föl másra, egyszer működik. Ha egyszer valami működik, az jó, az megtartható, az művelhető. Ez adja a lojalitást, és nem más. Tehát itt nincsen félelem és reménység motor. Itt tapasztalati alapú odafordulás vagy elfordulás van. És hogyha valakinek nem működik, nyugodtan forduljon másfelé, semmi gond. Akinek viszont működik, annak a saját tapasztalata mondatja azt, hogy igen, látom, sikerült. Másképp gondolkodom, másképp érzek, sikerült úgy megoldani, hogy nem termeltem újra a problémát, stb. Stb. Tehát a tapasztalata győzi meg, az adja a lojalitást, az összetartozást, az odatartozás érzését, és ezek után már másoknak is segít ezzel. Ez egy rendkívül természetes folyamat. A tanítónak csak az a dolga, hogy segítse ezt a folyamatot megfelelő reflexióval, megfelelő tanítással, de közvetlen akarati ráhatással nem. Senkinek nem mondom, hogy jöjjön vagy ne jöjjön. Mindenki eldönti saját maga. De a reflexiót, hogy mit hozott oda, azt az interjúszobában és azon kívül is megkapja. Gyakorlótársaktól is, tanítótól is. Elnézést, hogy így a végén, de hadd térjek vissza még egyszer a kis kérdésemre, hogy... mert szeretnék megoldást találni, és pont a tapasztalatról volt szó, és hogyha valakinek a gyakorlás elkezdése után egy ilyen tapasztalat vár rá, hogy pont a harag és a gyűlölet, nem is gyűlölet, ez rossz szó, nem, tehát a harag és a düh keletkezik benne, ahelyett, hogy a békét, a megnyugvást és az elfogadást tapasztalná, akkor felmerül a kérdés, hogy mit csinál rosszul, valamit nyilván igen. Nem csinálsz semmit sem rosszul, csak leemelted a kuktáról a fedőt. És kicsapott a bableves. Orba vágott a csülök. Eléggé. Jó. Tehát ez azért fontos, mert hogyha visszagyömöszölöd az egészet a kuktába, és visszaerőlteted a tetőt rá, már tudod, hogy ott van. Már tudod, hogy mit folytottál el. Tehát nem a módszerrel van a baj, nem a karmáddal van a baj, csak elvégzendő házi feladatot láttál. Ennyi. Ha akarod, ha nem. Ha lassan csinálod, ha nem.
Azért kell elvégezni, mert az életnek a kulcs pillanataiban, az elképesztő erős válsághelyzeteiben, ha ez a dű kontrollálja a döntésedet, sokkal nagyobb kár, mint hogyha belül nézegeted egy darabig, és izzadsz meditáció közben, hogy te mit látsz belül, és hogy micsoda reakciód vannak, és hogy hányszor elpusztult volna már az emberiség, ha rajtad múlt volna. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly karmikus tisztulás, amikor erre te rálátsz, és azt mondod, hogy hát ez így nem mehet tovább. Na, hon van az az énekeskönyv, mantrázzunk egy jót. Tehát ez azért fontos, mert akár tetszik, akár nem, akár látod, akár nem, akár szereted, akár nem, a karmád ott van. Addig, amíg fel nem oldod. Amíg el nem engeded. Amíg az energiát ki nem veszed belőle. Amíg az ítéletalkotásnak a csavarját ki nem szeded belőle. És a karma önmagában nem létezik, mi hoztuk létre. Tehát ha ellenirányba fordítod a folyamatot, és nem létrehozod, hanem megszünteted, maradék nélkül el tud tűnni. Ez a jó hír. Rossz hír meg nincs, csak dolgozni kell. Tehát ha ilyet láttál, akkor ez egy nagyon inspiráló dolog. Miért? A legrosszabb az, amikor valaki bejön az interjúszobába, egy háromnapos elvonulás harmadik napjának a reggel, és azt mondja, Szunyim, ez az elvonulás annyira, de annyira jó, csak nem történik semmi. Hú, mondom, itt valami baj van. Tévét nézett? Mozizott? Elvonta a madárdal a figyelmét? Csak a fű illatával volt eltelve, ott kint a hatalmas 6 hektárnyi fű illatával? A pázsit, a növényzet, a mókuskák, az őzek, az énekes madarak? Most akkor mi történik? Tehát, hogyha tényleg nem látott meg belül magából semmit, hogyha nem fröccsent ki valami a fazékból, akkor tényleg nem csinálja jól. De hát szerencsére ilyen nincs. Mindannyian emberből vagyunk. Mindannyian hordozunk karmát. Tehát nagyon figyeljünk arra, mi nem bűnös vagy erényes lények vagyunk, de terhet viszünk. Ez a teher a lehetőségünk is. Tehát a gőzmozdony nem panaszkodik a szenes kocsira, hanem fogja és húzza. És a fűtő berakja a szenet a kazánba, és a mozdonyvezető megköszöni. Ez nagyon fontos. Tehát a te szenes kocsid a karmád. A szén az, amivel szépen fűtöd a kazánt. És semmi gond azzal, hogy a karmád látásából szerzel bölcsességet. Hogy ennek a tüzelőanyagnak az elégetéséből szépen halad a vonat előre. Hát az emberek annyira-annyira nem akarnak erről a nehéz, fekete, kőszerű dologról tudomást venni, állandóan csak ezt a fényes, gyönyörű, meleg, vörös tüzet szeretnénk, csak elfelejtjük a kettő közti kapcsolatot, hogy bizony ezzel a szénnel tápláljuk a kazánban a tüzet. A saját karmánkkal finanszírozzuk az utat. A saját belátásunkból, szenvedésünkből és boldogságunkból van az életélmény. Enélkül nem tudunk az úton járni. Tehát se pozitív értelemben ne vedd ki magad, se pedig negatív értelemben ne bélyegezd meg magad, nézd meg, hogy milyen terhet viszel, és abban a teherben milyen lehetőségek vannak. Ugye minden embernek van karmája ezek szerint, vagy hát gondoljuk ezt. Anélkül nem születsz szuper, meg. Szuper, és akkor az hogy van, hogy a föld lakossága növekszik? Új karmák? Mert szaporodunk azért. Az tök jó. De hogy születnek, akkor új karmák lehasadnak valakikből, vagy... Nem tudom. Nem tudom, és hát nagyon sokféle magyarázat most van erre. Most hiszen okokozatból következnek a karmikus. Más létsíkokból is lehet emberi testbe születni, ezt nem kutatnám, mert túlságosan ezómazó a téma. Más világokból is esetleg ide születnek entitások, lelkek, megint nem kutatom, mert túlságosan ezómazó a téma. Nem az a kérdés, hogy honnan jön, hanem az, hogy mit hozott ide, és azzal itt mit csinálunk mi együtt. Nekem teljesen mindegy, hogy honnan jött és milyen csomagolás van rajta. Megszületik, kibontjuk, önállósodik, és azzal a karmával, azzal a személyiséggel kell kezdeni valamit, amit az illető szépen kinyilvánít napról napra, hónapról hónapra, évről évre. Mindegy, hogy mitől és hogyan vagyunk 7,3 milliárdan. Az nem mindegy, hogy mit kezdünk magunkkal, egymással és ezzel a bolygóval.
Másodlagos, hogy mi módon történt ez az egész, és hányféle világból és létségből áll össze ez az emberi társadalom. Huszadlagos. A legfontosabb az, hogy itt és most mit csinálunk. Mert ennyi erővel ezt a földet ténylegesen egy fantasztikus élőhelyé tudnánk tenni. Miért? Rengeteg a munkaerő. Mindenre lenne munkás. Ha pedig nem menedzseljük ezt az egészet jól, akkor elképesztő fogyasztás és környezetpusztítás és bolygórombolás van, pont ugyanazért, mert túl sokan vagyunk, és 7,3 milliárd embernek nem tudtunk rendesen munkát adni, nem volt helyes társadalmi kohézió, nem volt megfelelő viszonyulás az erőforrásokhoz, és a többi, és a többi. Tehát az, hogy mi ennyien vagyunk a planétán, az egy teljesen relatív szám. Mondok erre egy nagyon világos, összehasonlító példát. Dél-Koreának a területe 104 ezer négyzetkilométer, kb. Körülbelül 10%-kal nagyobb, mint Magyarország. 50 millióan laknak benne, 5-ször annyian, mint itt. A fővárosuk, Szöul, a közigazgatási határokon belül 12 millió ember, alvóvárosokkal együtt 18. Ha a kétféle társadalmi rendet fölcserélnéd, hogy a magyar társadalmi rend szerint élnének a koreaiak, mi lenne 50 millió emberrel ugyanekkora területen ötszörös népsűrűséggel? Ma esti film. Szépen nézegesd magadban. Ha mi átvennénk a koreai társadalmi rendnek azokat a vonatkozásait, amit társadalmilag a konfucianizmus, buddhizmus, taoizmus hármasságából szépen leszármaztak, és azt a gazdasági csodát teljesen társadalmi csoda alapon megteremtették a 60-as évektől kezdve, ha tanulnánk, ha megbecsülnénk, hogyha tényleg elsajátítanánk azt, és ez nem egy keleti gondolkodásmód ráerőszakolása a nyugatira, szó nincs erről. Egyszerűen megtanuljuk a tapasztalatokból, hogy hogyan lehetne jobban csinálni. Mennyivel csökken a konfliktusok mennyisége? Mennyivel nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életet tudnánk élni, hogyha nem tennénk ezt egymással, egyéni, család és társadalmi szinten állandó jelleggel? Ezért van az, hogy ez a 7,3 milliárd ember megfelelő tudati szint, megfelelő kulturáltság esetén olyan együttműködést tudna tanúsítani, hogy ezt a földet teljesen felvirágoztathatnánk úgy, ahogy van. Ha pedig nem, akkor ugyanez a munkaerő, ugyanez a lehetőség teherré válik, és szét fogjuk ütni a planétát. Teljesen rajtunk múlik, hogy mit csinálunk. Ez egy állandó kérdésem, hogy az emberi kapcsolatokkal... Kedvenc témám. Kedvenc témám. Csak kérdezd a szerzetest, mondja. Arról különösen. Igen. Szóval. Tegnap beszélgettem egy barátnőmmel, és megtalált megint egy kérdés. És következő, hogy hogyan lehet a szeretetet jobban megélni, hogyha valaki csak mint egy lepke virágról virágra száll, és mindenkit szeret, vagy úgy, hogyha kiválaszt egyet, és azzal éli meg mélységesen. Máshonnan közelíteném meg a kérdést. Talán onnan kéne az egészet megközelíteni, hogy mennyire tudom más boldogságát a szeretetemmel elérni, akár egyes, akár többes számban, és mennyire vagyok bezárva a saját szeretet ideámba. Tehát, hogy mennyire vagyok elgondolásfüggő, és mennyire énes ez a szeretet, illetve mennyire tudom ezt énteleníteni, és az együttérzés által a szeretetet más boldogságának az eszközévé tenni. Tehát ez nagyon-nagyon más. Amíg az énbe van bezárva a szeretet, amíg egókérgek vannak rajta, addig nem mások boldogságát, megelégedését, harmóniát és egyebét fogja szolgálni, hanem csak valami önös ideát. És itt van a dög eltemetve. Jó mélyre. Úgyhogy ha ezt meg tudja válaszolni magának, ha ezt tapasztalni tudja, hogy az együttérzés és szeretet egyszerre működik, akkor az nagyon-nagyon szép. És annak gyönyörű eredménye lesz. Miért? Mert inspirál. Hihetetlen transformatív ereje van, és előbb-utóbb kibontja ugyanezt a másikban. És akkor van egy gyönyörű yin-yang kapcsolat. A boldogság az nem lehet individuális egyénhez kötött dolog. Önmagunkban képtelenek vagyunk, de ez kapcsolat alapú. Még akkor is, hogyha nem másik szeméről, hanem mondjuk a természetről, mondjuk valami más ugye, környezetről vagy egyébről van szó. Ha pedig párkapcsolatról van szó,
akkor egymás kölcsönös boldogságának az elérése az az eszköz, és az az út, és az a cél egyszerre. Mi van azzal, hogy a nők állandóan kötődni akarnak? Teljesen egészséges dolog. Inkább azt kérdeznek, hogy mi van az, hogy a férfiak általában nem akarnak kötődni? Ez egy sokkal szorosabb kérdés. Ezt is megkérdezném. Szerencsére nem vagyunk egyformák, és ezért van a gravitációnak egy nagyon komoly feladata, hogy még a legszigorúbb fotonsugarat is szépen begörbíti. És előbb-utóbb a szeretet és vonzalom orbitális pályára állítja a bolygó körül azt az aszteroidát. Tehát ez nagyon fontos azért, hogy lásd azt, hogy a férfinak és a nőnek egy adott kapcsolatban más és más szerepe van. Tehát a nő rendelkezik azzal a territorialitással, vonzerővel és egyébbel, amivel egy férfit meg tud kötni, és meg is fog. A férfi pedig rendelkezik azzal az iránytartással, azt mondom, azzal a tudatossággal, amelyel az úton jár, és a családot is, vagy a párkapcsolatot is viszi azon az úton. Tehát minden, ami a házhoz, az otthonhoz kötött, az ilyen szempontból egy yin típusú feladat, ami yang, az pedig az út, ami a világ, ami a házak között, a helyek közötti, ugye, vektor és elmozdulás. Ezeknek a harmóniájából fog kialakulni egy kapcsolat, ha megfelelő arányban vannak ellentétek és azonosságok. Azonosságok egymásba zuhannak és unalmasak, az ellentétek egymást szépen elégetik, és az pedig fellángol és vége. Megfelelő arányban vannak azonosságok és különbségek a kapcsolatban, az szépen tud hosszan rotyogni a sparhelton, és életvitel is lehet belőle. Nagyon fontos az, hogy pont annyira tudja megkötni a nő a férfit, mint amennyire a férfi éppen szabad akar lenni. És ez egy gyönyörű izzás. És ez azért kellően tudja fűszerezni az életet. Miért ilyenek vagyunk? Nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ez egy intelligens evolúció, vagy az evolúció intelligenciája. Itt még nem dőlt el semmi. Nagyon sok ilyen irányú elmélet van, a zen megint csak nem ezek között szeretne pálcát törni, mert akkor magát törni össze. Úgyhogy én remélem azt, hogy mindannyiunk megtalálja a megfelelő kapcsolatot, helyzetet és működést ebben az életben, és ennek igazából egyetlen egy alapfeltétele van, a benned lévő tiszta, tudati tükör legyen töretlen, torzítatlan, kellően érzékeny és szilárd ahhoz, hogy elviselhessük azt, amit látunk magunkban és másokban, és ezen látás alapján mehessünk a felébredés felé közösen egymás boldogságára. Köszönöm a figyelmet!